Gémesi György, Gödöllő polgármestere a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na nézzük a számokat. Lemegy az EP választás, mennyi bevándorlót kíván betelepíteni Gödöllőre? Furcsa módon itt az elmúlt időszakban mindig a választások körül csúcsosodik ki, hogy Gödöllőre bevándorlókat szeretnék befogadni. A népszavazásnál 3 évvel ezelőtt ugye Vécsei László helyi országgyűlési képviselő azzal riogatta gödöllőieket, hogy én 1500 migráns bevándorlót szeretnék Gödöllőre letelepíteni. Most is ő szólalt meg. Most is ő szólalt meg, nem tud ettől a fóbiájától szabadulni, és azt sem veszi észre, hogy Magyarországon bárkit befogadni csak az állampolgársági bevándorlási hivatal engedélyével lehet, és olyan jellegű jogszabályok és törvények alapján a parlament alkot meg. Ő folyamatosan ezzel riogatja gödöllőieket. Miből következtethet erre Vécsei úr? Tehát önnek volt olyan kijelentése, volt olyan megmozdulása, ami alapján, mert hogy azt mondja, itt van egy nagyon jó szó, hogy köztudott, tehát ez most egy idézet, köztudott, hogy a város polgármestere Gémesi György, tehát ön bevándorláspárti. Ez én 3 alkalommal a képviselőtestület többségével elutasítottam azt a Szita Károly-féle javaslatot, hogy határolódjunk el mindenféle bevándorlás szervező irodáktól. Ezeket a határozati javaslatokat egyébként a Fidesz párt kommunikációs műhelyében gyártották le és osztották ki a településeknek. Én azt gondolom, hogy Gödöllőváros képviselőtestülete van olyan önálló, hogyha van olyan feladat, amit adnak neki, és adott esetben ez akár a bevándorlással kapcsolatos, akkor azzal kapcsolatosan meg fogja hozni a maga határozatát, de hát ilyen önkormányzati feladat nincs. És egyébként ön kereste Vécsei urat azzal kapcsolatban, hogy nézze László, nem, tehát értse meg, nem, tehát hogy elmondta neki, hogy nem akar. Hát, nincs László az egyik ilyen határozatunknál, amikor én 3. alkalommal azt mondtam, hogy nem fogjuk a Szita Károly-féle politikai javaslatot elfogadni, és hozunk saját határozati javaslatot, hogy nem kívánunk bevándorlókat letelepíteni, mert nem is tehetjük meg, mert nincsen hozzá egyébként kompetenciánk, másodszorban pedig nem is gondoljuk, hogy ez a Gödöllőváros fejlődésnek következő időszakában a mi feladatunk lenne. Vécsei László a kormánypárti kamerákkal megtűzdelve jött el a képviselőtestület ülésre hosszú után először, és próbálta bizonygatni, hogy nekünk ezt a Szita Károly-féle javaslatot kell elfogadni. Ez nagyon gyenge és nagyon szánalmas próbálkozása annak, hogy besározzanak, és besározzák Gödöllőt azzal, hogy ilyen jellegű kampányokat folytatnak. Egyet áruljon el nekem, én ugye nem vagyok gödöllői, én pécsi polgár vagyok, de Gödöllőn ön, mint polgármester találkozott már olyan választópolgárral, gödöllői lakossal, aki az ABC-ben, az utcán, a buszmegállóban önhöz lépett, hogy polgármester úr, mondja meg, miért akar ide bevándorlókat betelepíteni, tehát van ennek fogadóképes képessége és készsége? Én gyakorlatilag senkivel ilyennel nem találkoztam. Az elején még 3 évvel ezelőtt, amikor először egy nagyon kemény kampányt folytattak ennek érdekében, akkor még a polgármestereknek is egy kiadványban elküldték, hogy Gödöllőtől félni kell. Én akkor írtam a polgármestereknek, hogy nyugodjanak meg, nincsen ilyen jellegű szándékunk. Kétségen kívüli, hogy vannak Gödöllőn külföldiek, hiszen egyetemi város, kb. 200-300 külföldi tanul, Gödöllőn szírek, afrikaiak és indiaiak és a többi. Ezt lehet adott esetben összekeverni olyanokkal, akikről Vécsei László beszél, de maga az egyetemnek a vezetése fordult a helyi kommunikációs felületekhez, és kérte, hogy mondják meg, hogy ne terjesszenek ilyeneket, hiszen ezek békés, normális diákok, egyetlen bevándorló sincs 3 év óta, egyetlen ilyen letelepedés nem is volt, viszont ezek a diákok nyilván ott vannak, és egyetlen probléma nem volt velük, élik a gödöllőiek és az egyetemisták normális életét, mint egyébként korábban is, mert Gödöllőn mindig voltak külföldi diákok a világ minden tájáról, hiszen egy nagyon magas színvonalú egyetem, és nyilván angol nyelvű oktatás folyik. Köszönöm, hogy ezt is elmondta. Nézzük akkor a hulladékfrontot. Kicsit úgy néz ki, mintha beletörődött volna a helyzetbe, mert hogy továbbra sem rendezett még a szemétszállítási Gödöllőn. Nem beletörődtem, hanem feladtam egy bizonyos jellegű aktivitásomat, annak amiatt, mert úgy látom, hogy a bizonyos polgármestereket nem érdekel az, hogy mi történik, az érdekli őket, hogy amikor összehívják őket a Fidesz pártközpontban, és elmondják, hogy mit kell megszavazni, azt fogják megszavazni. De akkor ez az ön személyes kudarca is? Legutóbb, mikor fél éve beszélgetünk? Igen, fél éve beszélgetünk erről. Azt nem mondom, hogy kudarcom, mert ma is úgy működik a szolgáltatás, ahogy én ott hagytam. Én azzal a 2-3 napos nagyon kemény ellenállással, hogy nem fizettek, és hogy alulfinanszírozták a Kuka Holding részéről a hulladék gazdálkodási társulást,
én, vagy társaságot, én akkor kierőszakoltam, mondjuk ezt így, a szó jó értelmében, hogy a katasztrófavédelem, lássa el, ma is azt szolgáltat a Zöld Híd régió eszközeivel, tehát a korábbi eszközökkel, jogszabály alapján, és jóval magasabb költségért teszi ezt havonta, mint amennyit egyébként mi kaptunk a Kuka Holdingtól elnökségem alatt. De ez azt jelenti, hogy valahol akkor égetjük a pénzt, ezt most adófizetői szempontból nézem? Tehát én egy adófizető vagyok, mikrofonnal felszerelve, én kérdezem, hogyha ezt el lehetne olcsóbban látni, vagy hogyha mások olcsóbban látták el most drágában, akkor valahol ég a pénz? A probléma az, hogy az ár nem fedezi a szolgáltatás költségeit. Ez, hogy most a korábban alul finanszírozott volt? Persze, az ár nem fedezi. Tehát amit befizet az állampolgár, az nem fedezi a szolgáltatás költségeit. Ezt a pénzt pedig egy Kuka Holding nevű szervezet szedi be, és annyit oszt vissza, amennyit ő gondol a szolgáltatás biztosítására, ami nem elegendő, vagy nem volt elegendő. Most sem fizetett egy fillért se a Kuka Holding december 1-e óta, lassan fél éve új elnöke van, Fideszes pártközpontban kinevezett elnöke van, vagy megválasztott, vagy javasolt elnöke van Vác polgármestere személyében. Az elmúlt időszakban nem tudta visszaszerezni a megfelelőségi tanúsítványt, nem tudott egy fillért se a számlára hozni, azonban a közgyűlésen elfogadtatta a most már betréningezett szavazógéppel azt, hogy akár az önkormányzatok is fizethetnek ezért a szolgáltatásért, tehát hogyha kevés a pénz, akkor benne van az új szerződésben, az új javaslatban, az önkormányzatok pótolják ki, amire nincsen pénzük. Én ezt erre fölhívtam a figyelmet a polgármestereknek, és kapásból néhány polgármester kivételével megszavazták. Ezt adtam föl, hát hogyha ők megszavazzák azt, hogy fizetni kell, egyébként, ami nem jogszabályszerű, mert a Kuka Holdingnak kéne visszaadni azt a pénzt, amit az állampolgárok befizetnek, akkor én nem fogok értük harcolni. Engem ebben a dologban két-három dolog értékel Gödöllő vonatkozásában. Ha Gödöllő érdekeit sérti a Kuka Holding vagy a Zöld Híd régió, akkor nyilván nagyon keményen föl fogom emelni a szavam, és mindent megteszek, hogy ez ne legyen. Ha a szolgáltatás minősége romlik, akkor ugyanezt meg fogom tenni, és hogyha valami a jogszabály sértő dolgot látok, találok, el fogom mondani, és ennek kapcsán nyilván határozott véleményem lesz. Nagyon rövid fél percünk van. Ez most akkor egy jó állapot, vagy egy ideiglenes állapot, vagy konzerválódott ez az állapot, és most már ez marad? Ez egy átmeneti állapot. Átmeneti állapot, most már jó régóta. Igen, hát igen, egy konzerválódott átmeneti állapot, amit a Kuka Holding a katasztrófavédelem nem fog végtelenségig csinálni, hiszen egy másik büdzséből kell finanszírozni. Meg hát hiányoznak szakemberek máshonnan. Pontosan így van. Hát majd meglátjuk, hogy az elnök úr milyen formában tudja tisztázni azt a helyzetet, hogy azt a pénzt, amit az állampolgárok befizetnek, legalább azt a pénzt kapja vissza a szolgáltató. Egy dátumot mondjon, ön szerint ez mikor rendeződhet? Ebben a naptári évben meg lesz ez még? Talán ebben a naptári évben, mert nincs más választás az elnök úrnak, mint ezt megcsinálni, hogy aztán hogy harcolja ki, nyilván ez már az ő érdekérvényesítő erején. Gémesi György, Gödöllő polgármestere volt a vendégem. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy velünk ébredt.